Demes Ferenc László körülbelül 50 éve autodidakta módon kezdett bele ebbe a különleges szakmába. Nevét leginkább szobrászként, fémszobrászként ismerheti a művészet szerető közönség, akinek az országban jelenleg 14 köztéri szobra látható, valamint éppen most dolgozik a 15. felkérésén. A művész munkáinál elsősorban a mondani valóra és a látványra helyezi a hangsúlyt. Kiállításán olyan alkotásait szerette volna megmutatni a fiataloknak, amik a tűzben születtek. Ilyenek például a kerámiák, vagy a fémdrága kövekből és kovácsolt ezüstből készült ékszerek. Természetesen festményekkel is készült erre a tárlatra, ahol egy-egy különleges darabot is szeretett volna megmutatni. Amerikától tanultam egy magániskolába textilfestést. Na most a textilfestés az olyan, hogy bársonyra állítólag nem lehet festeni, ugye, de megtanultuk. Itt látható a kék iringó a vitrínben, ami úgy van elkészítve, hogy még a vakok is láthatják, hiszen tapinthatóan dinamikus a felület, dimenzióba megtapintható, vagy például ott látszik a kecskerágónak a termése, ami bélésejemre van festve. Ezek különlegességek, hiszen a Jáki templomot is megcsináltam, úgy megfestettem nagy méretben, hogy éjszaka volt, és zúzmarás háztetőkkel a holdfénybe. Tehát csak a fény csillog a régi épületen, és egy textilen ez igazán jól mutat. Ezek különlegességek, ezeket hoztam bemutatni. A technikailag vannak még olyan dolgok, amik most tanulok, ami repesztett technika, ez most jelenleg itt nem látható, de ezek nagyon egyszerű dolgok, és el kell menni a végleteki kísérletekkel, hogy egy olyan alkotás szülessen, amit már mások elé is kimerek tenni. A szobrász szeret mindent, ami megmozgatja a fantáziáját, minden anyagban valamilyen formát lát bele. Mint szobrász leginkább a fekete és a fehér színekkel dolgozik, így előfordul, hogy valami színesebbre vágyik. Ilyenkor lát neki a festészetnek, ahol leginkább a természetet másolja. Mint a művészek többségének számára sincs szebb annál, amikor egy alkotás úgy valósul meg, ahogyan ő azt elképzelte. A tárlatot március 3-áig tekintheti meg a közönség a Gimi Galériában.